21. Most pedig emerenciája a mikrofon. Képzőművészként mutattunk be, de a festészet mellett úgy tudom költészettel is foglalkozol, ugyanakkor zenei pályára készülsz. Hát igen, nem is olyan furcsa ez, hogyha azt veszük figyelembe, hogy hát az embernek a saját üzenete az bármilyen formában meg tud nyilatkozni, akár ez a három művészeti ág, vagy hát akár bármilyen viselkedési formában is. Hát tulajdonképpen ugyanazok a dimenziók megvannak a festészetben, zenében, amelyek a legkedveltebb műfajaim, vagyis művészeti ágaim, és hát ugyanúgy meg lehet találni őket az egyikben is és a másikban is. Vegyük csak most a képzőművészetet és a zenét, hogyan találkoznak a vásznon? Hát elég furcsa és hosszú története van, hát én pillanatnyilag a Belgrádi Zeneakadémiának vagyok a hallgatója és népzenekutatást tanulok, de hát egyben a saját egyéni kreativitásomat is szeretném folytatni, és ezért festegetek. Hát tulajdonképpen a népzene, akár a népi képzőművészet is elég közel állnak hozzám, és ezek megjelennek a festményeimen is. Hát maga ez a technika, amelyet én magam kifejlesztettem, és hát amelyen foglalkozok, az a gyerekeknek egy kedvelt játék, a papírcsipke technika, azaz, hogy ezeket a, mondjuk rá egy papírlapot összehajtogatva, ezeket a síkokat egymásra téve, a gyerekek belevágják a formáikat, amelyek a képzeletvilágukban léteznek, és utána ezeket széthajtogatva egy, hát tulajdonképpen több dimenziói teret kapnak, és hát akkor bele is vágják még esetleg a saját körvonalát az adott figurának. Így jelenik ez még én nálam is, és hát ezeknek a valódi papír csipkéknek a ráragasztásával vagy festésével alakul ki az emberi figura, a festmények. Igen, a képeid epikusak, valóságos meséjük van. Melyiknek a fabuláját kedvelette leginkább? Melyikről mesélni? Hát, tulajdonképpen én kedvelem a meséket, a festmények történetét, nem csak a különböző kritériumoknak az eleget tevését, hanem hát egy ilyen emberi dimenziót is szeretnék adni a festményeknek, és hát mindegyiknek természetesen van története, és hasonlóak is egyben. Hát nem tudnék most pillanatnyilag választani, hát ez a festmény itt egy akváriumot jelképez, amelyikben egy ilyen papírcsipke figura nézi a papírhajókat, amelyek előtte vannak is alatta. És ugyanakkor hát asszociál arra, hogy hát a víz az egy olyan dimenzió, amelyik hát megsemmisíti ezt a papírcsipkét. Igen, a kis hajó, a papírhajó egyik állandó motívumod, és ugyanígy szinte képről képre visszatér egy másik, a zsilett. Igen, hát ez két ellentétesnek is mondható motívum. Hát minden esetre a papírhajó, mint szimbólum ragad meg, és tulajdonképpen idézetként jelenik meg a festmény felületén, a térben. Míg a zsilett az általában olyan kontextusban, hogy magával a figurával együtt, a figurával kapcsolatban, mint ebben a pohárban is ez a két zsilett látható, vagy azon az asztalon. Úgyhogy mint egy ebből a jelrendszerből, amelyik itt jelen van, mint egy újabb jel jelenik meg, amelyik tulajdonképpen egyben szintén ilyen szétválasztó szerepe van, elválasztó, határos szerepe. Az idei októberi szalonon te is kiállítottál, te voltál a legfiatalabb résztvevője, ha jól tudom, a tárlatnak. Hol állítottál ki előzőleg? Hát előzőleg régebben volt, 3-4 évvel ezelőtt is kiállításom, de hát akkor más technikával dolgoztam, nagyobb méretű festményeket élénk színekkel, ilyen expresszív módon csináltam, és hát idővel valahogy ezek a merész vonások leredukálódtak, lecsökkentek, és most egy ilyen, hát egy kicsit le is szegényesített mondjuk rá, de hát a mondani valóra koncentrálva most ebben a fázisban vagyok. Nem mondtad el, hogy hol állítottál ki? Hát a Szimpozion Fesztiválján volt kiállításom 87-ben, az volt az egyetlen önálló tárlatom, de hát
csoporttárlaton volt, részt vettem Belgrádban, Eszéken, Újvidéken, Szabadkán, és hát Szabadkán kettünknek volt kiállítása, Bada Tiborral, és hát még egy pár helyen volt. És most ismét egy kollektív tárlatra készülsz, külföldre. Hát igen, Budapesten lesz a tavaszi fesztiválon egy kiállítás, ahol a vajdasági festőket fogják prezentálni, és hát örömömre én is valószínűleg részt fogok venni, és valahol azt hiszem 8 vagy 10 festő lesz körülbelül. Ők fogják alkotni ezt a kiállítást, az ő művei persze. Remélem a sikeres fogadtatás nem fog elmaradni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kérem, köszönöm még hívást. Igen, érdekes beszélgetés volt, elhallgattuk volna még tovább is.